Milyen sztorit akartál te neked? Képzeld, volt egy haverom, aki fordított volt nyáron a nagy hőségben itt a forró teátéren a fogcsikorgató idegben meg a hideg sört. Hát ez elég mondjuk azt hallottam, hogy a forró te a nyáron az azért jó, mert akkor, hogyha párologsz meg minden, akkor azután a hűt, ezt a sörös dolgot, ezt nem. Hát esetleg kipróbálhatjuk, mert próbáljuk elég, elég hideg van. Mit ajánlasz? Hát figyelj, itt van a csesöröző a szomszédban, hogyha most pont itt vagyunk, hogyha oda bemegyünk, akkor szerintem ott a legjobbat tudjuk kipróbálni. Hideg sör hidegben. Mi legyen? Megdomáltuk. Akkor menjünk. Menjünk. Szóval ez az a hely, amit ajánlottam. Én nagyon gyakran járok ide. Nem mondom, hogy rendszeresen, de gyakran. Fú, szerintem már vagy 10 évek óta. Ez egy autentikus csehszőröző, tehát olyan az ételek és az italok is olyan, mint hogy az ember vagy Prágában, vagy valahol máshol Csehországban lenne. És az egyik, ami nekem nagyon fontos, hogy egyfajta egy cégnek a sörét csapolják, abból háromfélét is lehet kapni vörös. Nekem az egyik kedvencem, ez szerintem nem is nagyon van máshol Pesten, vagy csak olyan kevés helyen, de itt nagyon jó. Szóval ez az a híres vörös sör. Vörös. Nem mutatjuk meg a címkét. Megkóstoljuk. Egészség. Milyen könyved is van? Ez a prágai sörkalauz, ez 89-ben jelent meg, és azért mutatom, mert annak idején, amikor mi 90-től járkáltunk Prágába, akkor ez volt a bibliánk, ebben minden benne van a cseh, a prábocset a prágai sörözőkről. Annyi változott, hogy a sörárak már nem ugyanazok, mint amik ebben a könyvben szerepelnek, de egyébként nagyon jó, antikváriumban föl lehet még lehet. Zseniális. Nagyon jó. Képzeld el, hogy én soha nem voltam Csehországban. Mindig vágytam volna oda, de egyszerűen nem jutottam el. Hát az a helyzet, hogy tulajdonképpen ebben így rokonok vagyunk, mert Csehországban én jutottam, mert mindig csak Prágában voltam. Úgyhogy ott nagyon sokszor, de én is mindig gondolkodtam azon, hogy milyen lehet azon kívül mondjuk Brnóban például, vagy Pilzenben, vagy Cseszkebudjelicében, vagy valamilyen például. Hát most ugye egy apropó Csehország, ugye, hogyha ezt mondod, hogy tulajdonképpen, amit a ketten kíváncsiak vagyunk rá, akkor meg is kérdezhetnénk valaki olyas valakit, aki ismeri ezt a területet. Például mondjuk ott él... Például, arra gondolsz, akire én is gondolok? Hát, remélem, hogy arra gondolunk. Haklik Norbertet. Norbi, akkor megkérdezhetjük. Jövünk. Jövünk. Tehát, apropó Csehország, szeretettel köszöntök mindenkit ott a képernyőnek a túloldalán, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégünket, Haklik Norbert írót. Szervusz, Norbert! Szervusz, hogy vagy? Köszönöm szépen, jól, és te? Nagyszerűen. Milyen az idő nálatok? Ugye most ezt Brnóból beszélsz, ott hogy van? Havazik, esik, hogy néz ki nálatok a tél? Sötét és szürke. Sötét és szürke, akkor ez roppantul hasonlít Budapesthez, ezek szerint. Nem havazik, és inkább. Nem esik. Oké. Okay. Csehországról fogunk beszélgetni. Ugye mi tegeződünk, elárulhatjuk a nézőknek, hogy nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, barátok vagyunk és pályatársak, rengeteg mindenben vettünk közösen részt annak idején, rengeteg programban. Amit én tudok rólad, biztosan azt tudom, hogy ugye magyar-angol szakon végeztél, aztán már a 20-as éveid elején elkezdett téged érdekelni a szerb kultúra, nagyon sokat foglalkoztál vele, írtál is róla, vannak szerb témájú munkáid is. Na de most te ott vagy Csehországban, konkrétan Brnóban. Én voltam a közérzeti kivándorló. Aha. Na, ez az egyik rész, a másik meg az, hogy úgy körülbelül akkor, hogy elkezdett teljesen elegem lenni az újságírásból, most itt ezt nem feltétlenül jó ötlet neked mondani, de szóval... Miért ne? Végül is? Nem, lehet, hogy nekem is elegem. Szerintem úgy lehet. Oké. Okay. Na jó, akkor... akkor egy hajóban evezünk. Na... Tehát van, akire az újságíró jól hat, az újságírás jól hat. Egyébként például most olvastam egy kiváló verses könyvet, Bakos András nevű volt dél-magyarországos kollégának a könyvét, akit apropó éppen Szerbiában ismertem meg a kanizsai írótáborban, jó régen, és azt vettem észre, hogy van, akinek van úgy, hogy még egy verses kötetnek is jót tesz az újságíró tapasztalat, mert úgy ír verset a srác, mint ahogy jó riportot szokott írni. Tehát tudod, amikor így ilyen apró, pici, triviálisnak tűnő ilyen mikro jeleneteket megragad, és abban így benne van a nagy egész. Na, én nem voltam ilyen szerencsés, úgyhogy én azt vettem észre, hogy az újságírás az öl, butit és nyomorba dönt.
Úgyhogy valamit váltani kellett. Először volt egy 3 hónapos kitérő, miután leszámoltam a napilaptól, ahol előtte dolgoztam. Úgynevezett technical writer voltam, ami hát végeredményben az is írás volt. Mobiltelefonok átjátszó állomásaihoz írtam használati utasításokat olyan angolsággal, hogy az angolul nem tudók is megértsék. Na, hát az is érdekes munka volt, de azért annyira nem, hogy 3 hónap után ne kapjak az alkalmon, hogy Brnóban az akkor éppen felpörgetett állapotban levő itteni IBM központ keresett munkatársokat, helpdeskre, magyarul is tudóakat, úgyhogy az volt a belépőm az informatika világába. Mert ugye akkor elég tehát volt akkor, tudni, akkor, magyarul, akkor a munka angol, után mentél. Úgymond a munka után mentem, vagy jöttem, de voltak olyan tényezők, amik toltak is kifelé. Úgyhogy ez így volt. Tehát akkor nem várost választottál, vagy régiót, hanem a munka dobta föl neked azt, hogy Dél-Csehországba kerül. Voltam én előtte Brnóban körülbelül 4 óra hosszát talán. Egy alkalommal, de tehát volt némi képém arról, hogy hova jövök, de utána csak kellemes meglepetések értek nagyjából. Úgyhogy egyébként akkoriban azt hittem, hogy majd olyan kb. 2-3 évig leszek itt maximum. Most ennek van több mint 15 éve. Te rögtön beleszerettél Brnóba? Brno az olyan, mint egy jó feleség, akiben minden nap újból bele lehet szeretni, vagy még jobban, még fokozottabban bele lehet szeretni valami újabb és újabb ok miatt. Úgyhogy én szerettem Brnót, egyébként azóta elég sokat változott is. Tehát rögtön tetszett. Az van, hogy ideális méretű a város. Tehát itt körülbelül 500 000 laknak. Rengeteg kis faluval épült össze igazából a város. Tehát például, ahol most ülök, az egy Královopola nevű városrész. Annak idején Königsfeld néven volt nevezetes, ugye? Majd erről is beszéltünk egyébként, mert itt azért nagyon összetett történelme is van a városnak. Úgyhogy itt egyszerűen minden van. Tehát el tudsz menni hajózni a városon belül, van egy hatalmas víztározó, 20-valami kilométer hosszú tó lett duzzasztva a folyóra. A túlsó végén van az a vár, ahova Churchill ment nászútra, és annyira megtetszett neki, hogy még vissza is ment, pedig ugye azért eléggé kényes ízlésű. Nem volt könnyű eset a fickó, de úgy néz ki, hogy ez mégis tetszett neki. Van színház olyan operaelőadásokkal, hogy Bécsből jönnek buszokkal. Mi van még? Itt a Morvakarsz, itt kezdődik a hegyen felettem. Tehát a mi utcánk felett pár kilométerrel ott már bent vagy a karsznak a szívében. Barlangok, az utca végén ki tudok menni az erdőbe, úgyhogy utána csak az erdő van nagyjából. Én például nagyon sokszor voltam Csehországban, de mindig csak Prágába mentem. Aha. És azt gondolom, hogy a legtöbben oda megyünk, kivéve a fanatikus sörrajongókat, akik ugye tudják, hogy Dél-Csehországban nagyon sok minden van, amit meg lehet nézni. Mi a különbség Prága és Brno? Hát nagyon sok különbség van. Az egyik az, hogy egyébként olyannyira sok különbség van, hogy nem nagyon szeretik egymást a prágaiak. Ez olyan, mint hogy a párizsiakat utálják, meg a rómaiakat utálják az olaszok, vagy olyasmi? Lehet, hogy olyasmi, de talán még olyasmi. Tehát az egyik dolog az, hogy amikor itt kimész az autópályára, hiába, itt a szabályok azért vannak, hogy legyen mit nem betartani. Tehát ugye 130-al volna szabad menni az autópályán, miért 150, akkor biztos, hogy valaki beáll mögéd 1,5 méterre az autójával, hogy letúrjon 200-zal. Na, és ezek az autók többnyire olyan rendszámmal vannak felszerelve, hogy van egy szám, és utána egy a második betű, ami azt jelzi, hogy prágaiak. Ami nem feltétlenül azt jelzi, hogy prágaiak, hanem azt, hogy Prágában regisztrált céges autóval túr le éppen valaki. Mindenesetre ez a prágaiaknak a public image-ének nem tett jót, tehát azt mondják, hogy a leg
barom állatabb sofőrök, azok a prágaiak. Hát most empirikus tapasztalat alapján ezt nem tudom tagadni, de ez is benne van. Akkor a másik dolog az, hogy ugye Csehország az három entitásból áll. Van Csehország, ami innen jóval nyugatabbra kezdődik, és van Morvaország, ahol most ülök, meg van Szilézia. Ugye innentől északabbra Olmütz környéken kezdődik, és akkor fel a lengyel határig, meg azon túl is. És ez nyelvi elkülönülést is jelent egyébként, tehát hogyha elindulsz Csehország nyugati részéről, és elmész Szlovákiaig, akkor szépen lehet a régiókon által nyelvjárásoknak a változásait követni. A népzene is más, tehát például Csehországból fúvós, általában a helyi zenekar a faluban, itt cimbalom, tehát inkább ilyen kis, inkább ilyen szlovákos hatások működnek. A másik dolog meg az, hogy van a kettő főváros között, ugye Morvaország főváros az Brno, Csehországi meg ugye, mint tudjuk, Prága. Tehát mindig is volt rivalizálás a kettő között. Aztán ennek olyan folyamánya is vannak, mint például itt van Alfonz Muha, aki innen született kb. 20 kilométerre. Ugye a nagyszerű szecessziós festőművész, akinek a szláv eposzim munkája az most nem tudom pontosan 20-valahány kép, 40 négyzetméteres vitorlavásznakra festve, elképesztő. Nem csak méretében, hanem minden tekintetben impozáns. Na, az itt volt kiállítva innen körülbelül 20 percre Moravszky Krumlovnak a kastélyában, ami olyan állapotban volt a kastély, hogyha nem tudta az ember, hogy miért megy oda, akkor esze ágába se lett volna ott megállni. Na, és akkor szépen fogták, elvitték az összes képet Prágába. És akkor itt mindenféle ilyen, mit tudom én, a vár kapujához magát láncolós demonstrációk voltak, meg mindenféle ilyesmik, hogy ne vigyék el. És akkor persze mindenkinek megvolt a saját érve arra, hogy miért kellene itt tartani, hogy miért kellene elvinni. Na, tehát ilyen dolgok, ezek így működnek nagyon. Meg aztán Brno az inkább Bécsre hasonlít, mint Prágára. A másik, eltekintve a folyótól, tehát ugye Prágában ott a folyó azért elég hangsúlyos, itt meg kettő kisebb folyó van, itt nem nagyon veszed észre. Tehát itt nincs jelen annyira a folyó, mint mondjuk Budapesten vagy Belgrádban. Egyébként nekem Bécsben sem annyira erős a Duna, mint lehetne. Hát meg igazából csak egy csatorna van a közepén, és a Duna a szélén folyik el valójában. De mondjuk innen két óra 10 percre Krems vagy Melk, ott látszik, hogy ott tényleg a folyó köré épült a város, tehát ez teljesen más megint. Na minden esetre a prágiak azzal csúfolják Brünt, hogy az Bécsnek a külváros, amire a brünniek azt mondják, hogy legalább közel van valamihez. Te most érdekes, hogy ezt mondd, bocsánat, te a csehes Brünót, vagy az osztrákos Brünt szereted jobban? Te melyiket használod? Attól függ, magyarul Brünnek szeretem jobban hívni, mert egyszerűen az volt a megszokott hagyományos neve magyarul. Említetted ezt a morvaságot, hogy ez nagyon érdekes, ugye, hogy a három talán leghíresebb cseh író közül, ugye a Csapek, Hasek, meg a Hrabal, ugye a Hrabal is morva származású, hogyha jól tudom. Tehát ezek a cseh írók sem mindegyik csehek, ez ilyen furcsa. Mit jelent egyébként? Tehát nyilván a morva az egy külön nép volt, ezt tanultuk töriből, hogy ezek volt még birodalmuk is annak idején, ezen vitatkoznak, hogy mekkora, de hogy a morva egyébként egy más karakter? Igen. Szerintük is, de szerintem is. Tehát én most már úgy vagyok, hogyha a munkában csehekkel, mármint hogy csehekkel dolgozom együtt, akkor úgy körülbelül pár interakció után észreveszem, hogy ők nem morvák. Tehát sokkal, megint ugyanaz, mint amit a nyelvjárások kapcsán, meg a zene kapcsán emlegettem, hogy ők, a morvák azok közelebb vannak a szlovák karakterhez, ami meg a milyenkhez van közel. Tehát, hogyha megnézed például a kortárs prózát, szlovák prózát, olyan regényeket látsz, hogyha átírnád a pozsony szót Budapesté, meg a személyneveket szlovákról magyar személynevekre, akkor észre nem vennéd, hogy ez nem Magyarországon íródott, Magyarországon játszó regény. Tehát ott nem kell dekódolni semmit, csak le kell fordítani a regényt, vagy a novellát, és akkor
működik. Na, ez egy picit közelebb áll, nem is picit közelebb áll a morma. Tehát azt szokták mondani, hogy a csehek, mint ugye a csehek, ők szlávul beszélő németek. Amiben van némi igazság, mert egyrészt tehát a munkakultúra az németes. Tehát itt azért rend meg fegyelem van. Kivéve az autópályán a vezetés, de arról már megemlékeztünk. Viszont a csehek, ők általában, tehát jó, kell ismerd őket ahhoz, hogy tudd, hogy mikor vannak bepöccenve. A morvákon az rögtön látszik. Mint ha azt is említetted volna, amikor legutóbb kettesben beszéltünk, hogy Morvaországban a borkultúra is sokkal hangsúlyosabb a sörre szem. Igen, figyelek. Majd lesz egy, átküldtem ugye egy pár képet, ott van egy az Neumói várról, és hogyha a megfelelő képet küldtem át, akkor ott látszik, hogy a vár tetején látható templom alatt ott sorba teraszosan ott vannak ott van a szőlő a város, óvárosnak a legközepén. Tehát itt az van, hogyha Brüntől délre elindulsz az osztrák határ felé, akkor nagyon igen jó fehér borok vannak egyébként. Tehát Lednice, Valtice, Mikulov, meg innentől a szlovák határ felé, tehát Hodonyin környéken, ott jó, a vörösbor az nem annyira fantasztikus, mert ugye az több napfény kellene, mint amennyi itt van, de nagyon jó fehér borok vannak. Ja. A könyvedben nagyon sok gasztronómiai témájú rész található, ugye ott is szó van az ivásról is, de az ételekről, tehát hihetetlen, azóta mi beszélgettünk is már előtte, ennyire belemélyedtél ebbe? Hát szeretek jót enni, meg bármit csinálok, azt szeretem jól csinálni. Főzöl is ezek szerint? Én mindig is főztem egyébként. Aha, és akkor megtanultál morva ételeket készíteni? Nem, azt rájuk hagyom. A feleségem lengyel, úgyhogy úgy szokott lenni, hogy a sziléziai lengyel egyébként. Sziléziai konyha az rá van hagyva, tehát mindenféle jó sült húsos, szószos kis krumplis gombócokat, meg egyéb nagyon prima ételeket csinál. A pörkölt az enyém. Aha. Azt a monarchiában mégiscsak a magyarok csinálták a legjobban. Vannak mindenféle helyi változatai, tehát itt is van pörkölt. Tehát ők is helyi gulásnak hívják, nem? Igen, helyi specialitásnak gondolják, persze mindegyik, mindenki tudja, hogy hát az igazi pörköltért Magyarországra kell menni. Viszont van egy olyan tépképzetük, hogy a magyar konyha az hú, de mennyire csípős, miközben ugye mi nem csípősen főzünk igazából, jó, csípősebben, mint ők. Tehát amikor itt veszel egy feferóni paprikát, amire rá van írva csípős, az nem csípős, hanem benne van a csípőségnek az elmulasztott lehetősége. De ugye mi nem csípősen főzünk, hanem mi gazdagon főzünk, tehát sokkal több fűszert használunk, mint ők. Tehát azért nekem az itteni pörkölt az először kultúrsok volt nagyon, tehát azt hittem, hogy elrontották, de aztán rájöttem, hogy nem elrontották, hanem úgy csinálták, hogy itt szokás. Viszont, ami, hát ugye mindenütt a helyi ételeket a legérdemesebb megkóstolni, tehát ha valaki a Feröer szigetekre megy, akkor a sós óceáni szélben rohasztott, kilógatott rohadt marhát, azt mindenképp, vagyis a juhat, azt mindenképp kóstolja meg, meg Tájvánon a kígyólevest sem érdemes kihagyni. Na hát itt meg azokat az ételeket nem érdemes kihagyni, amelyekben ott van az a csak az írásos források szerint is olyan 700 ezer éves sörkultúra például, ami ugye sokkal korábbi annál, de amiket például itt tudnak csinálni ilyenekkel, hogy barna sör, mézes barna sörben pácolt csülök. Az igen. Apropó gulás, vagyis pörkölt, itt nem vörösbort tesznek a pörköltbe sem, hanem sört. Azt jól teszik, nagyon finom ízt ad neki, igen. Sőrrel készült ételek. Melyik a kedvenced?
a helyét alakul. Reggelire, vagy ebédre, vagy vacsorára? Hát mondjuk akkor nézzük be mind a hármat. Mit reggelizel? Hát most éppen, hogyha jól emlékszem, Magyarországon készített virslit, de az egyik olyan nagyon helyi étel, amit időnként újra felfedezek, de különböző okok miatt nem érdemes folyamatosan napirenden és menün tartani, az az olmütszi tvaruski nevű sajtocska, amit olmütszi kvárgliként is nevez. Ennek már a neve is nagyon szexi. Olmütszi túró sajtként. Egyébként tudom szemléltetni. Hozzak egyet a hűtőből? Hát oké. Egy pillanat, kirohanok, és akkor rögtön jövök vissza. Wow. Aha. Na, itt egy pár dolog nem jön át a Skype-on. A bűze. Aha, ez egy ilyen lecsajt. Be van csomagolva, de ugye erről azt szokták, ennek mindenféle ilyen családi recept változata is vannak, tehát köményben pácolják, meg mindenféle eszemen dolgokat csinálnak vele. Az egyik, és mindenki ugye arra esküszik, hogy az ő családi receptje a legjobb. Egy dologban szinte mindenki megegyezik, hogy akkor a legjobb, amikor már majdnem mászik. Vannak ilyen módszerei, hogy a két ablaktábla közé, ugye, ahol még két ablaktábla van, ott berakják, és ugye mivel ez egy majdnem teljesen zsírszegény sajt, ez mint a slope-i barlangban innen 25 kilométerre a cseppkövek, amelyekben nincsen semmilyen szennyező anyag, meg fém sem, meg semmi ilyesmi, ahogy azok átlátszóak tudnak lenni a fémben, na ez a sajt is képes arra. Fantasztikus. Ezt magában eszik, vagy esetleg bele is sütik valamibe? Hát, hogy az elrettentő hatást, tehát ez egy nagyon COVID-barát termék, ugyanis, hogyha ezt teszed reggelire, akkor a távolságtartás az automatikusan bekövetkezik. Na, ezt én úgy szoktam fokozni, hogy hagymát teszek hozzá. Az igen. Nagyon, de egyébként fantasztikus, tehát a kettő együtt, az nagyon szépen működik együtt. Ebédre, amit szoktam szeretni, az bélszín, ami meg van főzve, és vadasmártással van tálalva, és tejszínes csipke bogyólekvár, vagy borókalekvár van rátéve, és akkor az knédlivel. És az úgy jó, húsos is, meg fűszeres is, meg édes is, meg savanykás is. Ez így, tehát olyan fúzió ezeknek a különféle íz égtájaknak, mint amire a kínai konyha képes még. Tehát akkor azt jól lehetett, hogy a knédli az ott is egy bevett köretnek számít, ugyanúgy, mint Szlovákiában, vagy mint ahogy mondjuk Prágában, a prágai ételeknél. Egyébként a knédlinek annak mindenütt vannak változatok, tehát például ugye a németek is eszik, a maga szós, hogy a knüdelből való, de mindenütt megvannak a változatai. Tehát itt még országon is bevettek, hogyha elmész a boltba, akkor lehet olyat venni, hogy morva knédli, akkor tepertős knédli, mit tudom én milyen knédli, krumplis knédli, az nagyon jó, például zsemlés knédli, meg aztán lehetne sorolni világ végezetéig. Miközben ugye például Sziléziában úgy csinálják, legalábbis Lengyel-Sziléziában, hogy ott nem ezt a nagy kenyérszerű knédlit szeletelgetik fel, mint ahogy itt szokott lenni, hanem ilyen olmüszi sajt átmérőjű, kicsi gombócokat formáznak belőle, azt, ugye, mint a németek. És a közepébe újjal nyomnak egy kicsi kis mélyedést, ami nagyon jól megtartja a húsnak a szaftját. Na, az se rossz. De jó, óriási dolog. És akkor mi az, amit vacsorára eszik az ember, hogyha mondjuk morva vagy cseh? Hát, hogyha morva vagy cseh, akkor jó, most sztereotípen mondhatnám azt, hogy sört biztos eszik, de egyébként nem. Tehát azt mondom, hogy a cseheknek a 30-valahány százaléka egyáltalán nem iszik semmit se. Csak ugye, amikor viszont aki igen, az meg megadja a módját, tehát ahogyha jól tudom, a sör, világon a legmagasabb sörfogyasztás az aztán itt van, vagy a második helyen állnak, nem tudom pontosan. De hogyha én kimegyek étterembe enni,
Akkor, hát ugye itt van egy választó vonal, amikor az embernek megvan az epe vójagja, meg amikor már nincs meg. Tehát epe vójag birtokosaként azért voltak ilyenek, hogy ugye sörben pácolt sült borda, sült kukoricával, köretként, meg tormával, meg erős paprikával, meg mit tudom én, az, amely egy kicsit csinyán kell bánni, ugyanígy a csülökkel is csinyán kell bánni, de hogyha nem túl későn kezd hozzá neki az ember, akkor ezek is működnek. Meg aztán vannak itt egyébként nem ennyire nehéz ételek is, tehát például az utópenec az megvan. Nem. Az utópenec azt jelenti, ami el van sülyeztve. Ami el van sülyeztve, az meg a virsli. Tehát, hogyha elmész Prágába, a kocsmákba, akkor szoktad látni, hogy vannak ilyen befőttesűek, és úsznak benne ilyen krinolinok. Na, az utópenec, és általában ilyen ecetes páclébe van téve, amiben mindenféle finom borsok, meg hagymák vannak még bele sülyeztve, és akkor ez is szépen összeérik. Ez nagyon jó. Nagyon az angolok a tojással csinálják ezt, ők a tojást teszik bele egy ilyen pácba hosszú időre, és aztán ugyanis sör mellé fogyasztják. Egyszer csináltam, én is kipróbáltam, és érdekes, de virslivel szerintem valószínűleg még jobb lehet. Ja, jó, működik. Hasonló a hermelin. Azt ismerem, ami azt nagyon szerettem. Azt, igen. Amikor egy barátomnak mondták azt, hogy egyél hermelint, ez a barátom, ez egy olyan fickó, aki eleve nem bír olyan ételt tenni, amelyik hasonlít az eredetiére. Tehát a csirkecombot nem eszi meg, mert arról eszébe jut a csirke. És amikor azt mondta neki a vendéglátónk, hogy rendelj hermelint, krétafehérré vált, és nem tudta, hogy merre. Akkor légy szíves, mondd el a nézőknek, nem mindenki tudja, mi a hermelin. És barátom is látta, hogy zebra is van, ugye, mert a zebra az a bord, ami... Na, hermelin az igazából a kamembernek a helyi változata. Azért hermelin, mert ugye olyan szép fehér a penész rajta, hogy megsimogatod, nem, mint hogyha hermelinnek a szőrét simogatnád. Na, nem csak simogatják, hanem azt is pácolják. Például az nagyon jó, amikor olajban van pácolva egy darabig, úgyhogy kettévágják, tehát így horizontálisan kettévágják, és akkor közé rakják a jó, nem tudom, hogy honnan szerzik, de talán a hozzá csípős feferoni paprikát is. Az nagyon működik, és akkor ezeket is szépen lehet kapni gyakorlatilag minden sorozóban, tehát ez bármikor, hogyha ilyesül, akkor harapadsz egy hermelint, vagy egy utópenecet, mint a bajoroknál, ugye a virslit, vagy a perecet. Kicsit kanyarodjunk rá, könyvedre is jó, mert én olvastam, nekem nagyon tetszett, szívből ajánlom mindenkinek, tehát Mona Lisa elrablása, és ennek az egész könyvnek a története, így van, és ennek az egész könyvnek a története Brünóban játszódik, tehát ennyire Brünnben. Ennyire fontos lett számodra a város? Mondjuk az 15 év azért az jelentős idő, amit ott töltöttél. Itt éltem a legtovább eddig. Tehát azt hiszem, hogy most nemrég körözte le azon a listán, hogy melyik városban éltem a legtovább Ózdot. Tehát ugye harmadik helyen ugye volt 4 év Szolnok, ahol a gimnáziumban jártam, akkor utána volt 8 év. 8 év? Nem is tudom. Budapest? Vagy 10? 12? Nem, több volt azon. Meg ugye 14 év Ózd, szülővárosom, és akkor most ugye itt már 15 éve élek. Tehát, és akkor persze aztán vannak ilyen kritikusok, akik így szeretik, nem tudom, még mindig nem sikerült kiírtani ezt a beteges vonzódást ahhoz, hogy mindent önéletrajzi műként értelmezzünk. De ugye szokták, hogy a haklik önmagát írja bele a könyvben. Oké, nyilván ugye az ember a saját tapasztalatai meg élményei alapján ír, mert más élményei alapján nem tud írni, de egyszerűen arról van szó, hogy például Budapest könyvet most nem nagyon tudnék írni, olyat, ami most játszódik Budapesten, mert nem tudom, hogy mi hol van. Tehát hogyha olyan környezetben akarom elhelyezni a szereplőimet, kortárs szereplőket, amit ismerek és ami hiteles és működik, akkor az egyértelmű, hogy tehát az Brno. Ennyire egyszerű.
A történetben is nagyon sok leíró rész van, tehát magát a várost mutatod be. Te foglalkoztál a Brunónak a történetével is, meg az egész kultúrájával? Tehát az is érdekel téged? Hát nem lehet nem foglalkozni vele, mert szembe jön. Tehát ugye itt azért nem nagyon lett lerombolva a város. Jó, azért a főtéren ott azért látszik, hogy tehát vannak ilyen fokhíjak a régi épületek között, amikor ott van például egy ilyen 70-es évekbeli szociál épület, de azok se csúnyák egyébként, tehát itt azért vagy azt is sikerült szépen csinálni, de tehát egy idő után elkezded automatikusan olvasni a történelmet a terepen. Mondok egy példát, ami benne van a könyvben is. Például ugye fent tehát Brunónak amikor közelítesz Brunó felé, akár vonaton, akár repülővel, akár autópályán teszed, ugye az impozáns, domináns tereptágy az a Péter Pál katedrális a Petrov-hegyen. Uh-huh. És az úgy dominálja a városképet. Viszont, hogyha a régi városmagnak a túlsó részé, a túlsó csücskéig elmész, ott van a Szent Jakab templom, ami de egészen máshogy néz ki, tehát gótikus az is, fehérre van festve kívül is, bent sincs túl díszítve, van egy nagyon hegyes zöld tornya, és a városközpont központja felé irányuló egyik ablaka felett a tornyán van egy kőördög, aki a pucér fenekét mutogatja a másik templom felé. A Petrov hegy tetején levő templom felé. Uh-huh. Na, hát ugye, hogy kerül oda ez a kicsi ördög? Hát úgy került oda, hogy a Petrov tetején levő volt a cseh temploma, ez volt a németek temploma, szerették egymást bosszantani, és akkor hát oda rakták az ördögöt, hogy mutassa nekik a farát. Ugye mi itt nem messze vagyunk Liechtensteintől, azt nem tudom, hogy azt tudod-e. Azt nem tudtam például. Hát, van a Liechtenstein családnak az itteni birtokai, amelyek közül nagyon sok az világörökség része, tehát a Lednice, Valticei kastélyok, ezek a világörökség részei. Tehát a Liechtenstein családnak az itteni birtokai, azok sokszorosai nagyság szempontjából magának Liechtenstein államnak. Úgyhogy ezért van az, hogy például Csehországot meg Szlovákiát 2009-ig nem ismerte el Liechtenstein. Wow. Ezeket most az Európai Emberi Jogi Bíróságon, vagy hol próbálják éppen visszaperelni, meg már perelik, mit tudom, rendszerváltás óta, de például ott is van egy ilyen, tehát ott a Valticei, nem, a Lednicei kastély, ami ilyen kicsi Versailles, nem is annyira kicsi egyébként, azt nagyon érdemes megnézni, az Brno meg a szlovák határ között van, tehát az útbe esik, Prágába menet meg idejövet is, és nincs messze a határtól, tehát éppen még éppensége Budapestről 3 óra hosszára el lehet élni autóval. Na ott a földes úr azt mondta, hogy hát ugye itt van a személyzet, meg minden, kéne építeni egy templomot, hogy ne menjenek túl hóban, latyakba be a városközpontba. Na de milyen templomot építsünk? Katolikusat, vagy protestánsat, vagy morvát, vagy huszitát, vagy mit tudom én. És ezek addig veszekedtek egymással a különféle felekezetek, hogy a csávó az azt mondta, hogy tudom, mit építesz, építs egy minaretet. Úgyhogy most a dél-morvaországi Versailles utánzó kastélynak a parkjában ott van egy 70 méter magas minaret. Szép arab betűs idézetekkel a bejárat felett. Úgyhogy itt az építészet, mint mások bosszantására szolgáló eszköz, az úgy néz ki, hogy ez hagyományos. Tehát ilyen dolgok vannak, ilyen dolgok jönnek szembe az utcán. Úgyhogy itt nem lehet elkerülni, hogy ne foglalkozzál vele, hogyha tényleg meg akarod tapasztalni azt a várost, ahol laksz. Fantasztikus. Oké, mivel sajnos a kijelölt időnek a végére értünk. Egy utolsó kérdés. Azt még azért elmondom, hogy a Mona Lisa elrablását mindenkinek ajánlom, ki fog derülni a könyvből, hogy ki Mona Lisa. Ez nagyon fontos. Egy nagyon érdekes regény
hogy is mondjam, nagyon sokféle játék van benne, nyelvi szinten is, akkor a történetszövésben, történetek összekapcsolásában, tehát mint történet is érdekes, és mint írói vállalkozás is egy nagyon, nagyon érdekes és újszerű hangot ad, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Az utolsó kérdés az lenne, hogy maradsz-e Brunóban, most már ott érzed otthon magad, és hogy lesz-e még olyan munkád, amelyik ezt a várost mutatja be nekünk? Mind a kettőre rövid válasz az, hogy igen. Hát nem szándékozom sehova sem menni, mert nagyon jól érzem magam itt, meg itt van a családom, meg lakás, meg minden, tehát teljesen ide gyökereztem. Ami meg az írást illeti, mindenképpen már csak amiatt is, amit az előbb említettem, hogy ha várost kell megírni, akkor a kézenfekvő opció az Brunó, mert egyszerűen azt ismerem a legjobban. Van egy ötletem most, ami egy picit hasonlítani fog a Mona Lisára, abból a szempontból, hogy ott is lesz egy történelmi szál, meg egy jelenkori szál. Itt majd abban majd ki akarok térni az itteni történelemnek azokra a vetületeire, amiket nem írtam bele a Mona Lisa rablásába, vagy csak felületesen érintettem. Tehát ugye itt azért itt is vannak bőven csontvázak a szekrényben, tehát ugye volt itt egy olyan dolog is, hogy tehát ugye a Csemorra protektorátus az nem kell bemutatni, hogy mit művelt fel az itteni zsidósággal, de arról talán kevesebben tudnak, hogy itt ugye csehekről van egy olyan kép, hogy ők így, valaki meg akarja szállni őket, akkor azt mondják, hogy gyere csak nyugodtan, majd mi elsörözgettünk az addig a 7-8-10 évig, amíg majd hazatakarodsz, innen megszállul, meg ilyesmi. Na, ez nem feltétlenül van így. Tehát itt például a Csemorva protektorátusnak az alkormányzója, az a Reinhard Heinrich volt, akit nagyon-nagyon ügyesen megmerényeltek Prágában annak idején. Sikeresen. És akkor utána persze aztán volt mindenféle megtorlás, Lednice falunak az eltüntetése a földszínéről, meg tehát rettenetes retorzió volt. Minden esetre ugye jó, a kontextusát azt lehetne bogozgatni, meg bogozgatják is a történészek. Egy dolog viszont igaz, hogy ilyen itt megtörtént Magyarországon, azért senkinek se jutott eszébe mondjuk Eichmannt megmerényelni, pedig ő is ott volt azért eléggé hosszú ideig. Na tehát ennyit a totál pacifista, semmi ellen nem harcol, semmi ellen nem lázadó csehekről. Viszont ugye ennek a történetnek az egyik következő fejezete az volt, amit itt például Brünnben úgy hívnak, hogy brünni halálmenet. Tehát összegyűjtötték a helyi német ajkúakat, és lehajtották őket Mikulovba, amit mi Nikolsburg néven ismerünk ugye a nyelvészetből, itt ilyen rovás írásokat találtak, meg ilyesmi. És hát persze ugye nyilván ugye a gyerekek meg az öregek közül került ki az egyes feltételezések szerint 3000 ember, aki nem élte túl. Tehát itt azért vannak olyan dolgok, amik tehát bőven bele lehet menni a sötétebb rétegeibe is az itteni történelemnek. Tehát ez egy téma, amire mindenféleképpen ki akarok majd térni. Többet meg nem akarok mondani a regényről, mert még fejben folyamatban van a koncepciónak a kidolgozása, de biztos, hogy lesz. Legyen titok. Oké, ez nagyon izgalmasan hangzik, amit elmondtál. Ezek valóban olyanok, ami, hogyha egy regénybe belekerülnek, vagy egy regénynek a hátterét, vagy témáját adják, akkor biztos, hogy nagy érdeklődésre tartott számot. Szurkolok, hogy minél előbb elkészüljön, és minél többen olvassák el. Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy beszéltünk, és akkor hát azt kívánom, hogy érezd magad továbbra is jól. Ugye azt mondtad, hogy egy ilyen modern krúdiként lekerekítetted a dolgot, és a monarchiát most már gyakorlatilag belaktad. Örülök, hogy jól érzed magad, és hát az egész családnak akkor azt kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, és legyetek boldogok abban a városban. És ha a regény elkészül, akkor szerintem a regénytár pedig biztos, hogy helyet fog adni annak, hogy beszélgessünk róla egy kicsit. Örömmel. Köszönöm, hogy most is kíváncsiak voltatok rá. Vím, jak se ruší žál. Já tím duší jen Lady Carmela. Já když si panám, já pak i